Benedek Elek, a jó tanácsok. Volt egyszer egy szegény legény. Ez a szegény legény gazdag leányt kapott feleségül, de nem sok öröme volt a gazdagságban, mert az asszony mindig felhányta, hogy övé minden az utolsó szegig. Az urának nincs semmije, s ha ő hozzá nem ment volna, egész életére szegénynek marad. Megunta ezt a szegény ember. Mit gondolt, mit nem? Tarisznyát vetett a nyakába, s ott hagyta a feleségét. Ott a kicsi fiát is, elment világgá szerencsét próbálni. Azt határozta magában, hogy addig vissza nem tér, még sok-sok pénzt nem szerez. Ment mendegélt a szegény ember, hegyeken, völgyeken át, erdőkön, mezőkön keresztül. S találkozott egyszer az úton egy öreg emberrel. Köszönti az öreg embert, ez fogadjas kérdi. Hová merre, öcsém? Mondja a szegény ember. Én bizony elindultam szolgálatot keresni, ha valahol felfogadnának. No, akkor gyere hozzám, mondotta az öreg. Nálam jó dolgod lesz. Pénzt ugyan nem sokat adok, hanem ha becsületesen szolgálsz, ellátlak jó tanácsokkal. Annak a pénznél is több hasznát veszed. Beáll a szegény ember az öreghez szolgálatba. Esztendő telik esztendő után. Az öreg ember erősen meg volt elégedve vele. Ő is az öreg emberrel. Már 10 esztendő is eltelt, még mindig ott szolgált az öreg embernél. Mikor letelt a 10 esztendő, kérdi az öreg ember. No, fiam, maradsz-e még? Maradok, gazduram, miért nem maradnék? Jó dolgom van itten. Ott maradott még 10 esztendeig. Mikor a második 10 esztendő is eltelt, kérdi az öreg ember. No, fiam, maradsz-e még? Mondja a szegény ember. Többet nem maradok, gazduram, most már hazamegyek. Megnézem, mit csinál a feleségem. Hát az Isten vezéreljen, fiam. Nesze, adok neked egy kenyeret, de még haza nem érsz, föl ne vágd. Adok neked 3 jó tanácsot, jegyezd meg jól. Az első tanácsom az, hogy ahol veszekedést látsz, menj onnét. A második tanácsom az, hogy a járt utat a járatlanért el ne hagyd. A harmadik tanácsom az, hogy a mai haragot mindig halaszd holnapra. Megköszöni a szegény ember a kenyeret s a tanácsot, s azzal elindul hazafelé. Ment, mendegélt, s útközben egy faluban sötétedett el. Ott betért egy házba, s szállást kért éjszakára. Adta kis szállást, de alig telepedett le, a gazdas a felesége elkezdett egymással veszekedni. Szóból szó kerekedett, még hajba is kaptak. A szegény embernek eszébe jutott a tanács. Nyugodalmas jó éjszakát kívánt a veszekedő emberpárnak, átment a szomszédba, és ott is hált. Hát reggel nagy lárma van a faluban. Vajon mitől lehetett ez a nagy lárma? Kimegy a szegény ember az utcára, s ott egyszerre csak megragadja egy ember, s kiáltja torka szakadtából. Ez az ember ölte meg, ez! A szegény ember csak ámult, bámult, nem tudta, mi történhetett. Hát bizony az történt, hogy azt az embert, akinél először kért szállást, reggel megölve találták. Az az ember, aki megfogta őt, látta, amikor bement. De nem látta, hogy mindjárt el is jött onnét, és azt hitte, hogy ő a gyilkos. Szerencsére a házigazdája bebizonyította, hogy nála hált, és szabadon eresztették. Lám, lám, mondotta magában. Jó volt mégis megfogadni az öreg ember tanácsát. Tovább megy, mendegél, beér egy nagy erdőbe. Ottan utolér 3 embert, hozzájuk szegődik, megismerkednek, együtt mennek tovább. De egyszerre csak megáll ez a 3 ember, s azt mondják, hogy ők bizony nem mennek ezen az úton, tudnak ennél egy rövidebb ösvényt. Hívják a szegény embert, hogy tartson velük. De a szegény embernek eszébe jutott az öreg ember tanácsa. Elbúcsúzott tőlük, s tovább ment a rendes úton. Hiszen jól tette, hogy megfogadta az öreg ember tanácsát, mert később meghallotta, hogy azt a 3 embert megtámadták az úton állók, s elvették, ami pénzük volt mind. Na, hazaér a szegény ember a falujába. Éppen este volt, mikor az udvarba ért.
Látja, hogy még nem feküdtek le, mert égett a gyertya az asztalon. Gondolja magában, előbb benéz az ablakon, hadd lám, mit csinál a felesége. Hát az asszony ott ül az asztal mellett, éppen vacsorázott. Vele szemben egy derékszál ember. Szörnyű haragra gerjedt a szegény ember. Azt hitte, hogy a felesége férjhez ment. Elindult nagy haragjában, hogy puskát szerezzen, hogy meglője a feleségét, s azt az embert is. De mikor kint volt az utcán, eszébe jutott az öregember tanácsa, hogy a mai haragot holnapra kell tartani. Visszafordult, bement a házba. Köszönt illendőképpen. A felesége fogadta. Szót váltanak szó után. Megismeri a felesége. Nyakába borul nagy örömmel, ölel is, csókolja. És utána az a derékszál ember is, aki nem volt más, mint a szegény ember fia. Ó, édes Istenem! Fohászkodott a szegény ember. De jó, hogy megfogadtam az öreg embernek ezt a tanácsát is. Akkor elévette a kenyeret, fölvágta, s hát uram, teremtőm, hullott ki a kenyérből a szép sárga arany, mint az áporeső. Bezzeg most nem lehetett panasza az asszonynak, volt pénz elég, amennyi csak kellett. A szegény emberből a legnagyobb gazda lett a faluban. Még ma is élnek, ha meg nem haltak.